Na, srácok, igazából ami kimaradt itt, ennek a elfoglalása, ez itt, meg itt, sőt, ez már, ez már az utolsó területbe tartozik, de ezek még itt vannak. Ezeket megcsinálom gyorsba, igazából szerintem egy olyan 10 perc, 4 óra alatt meg is van. Meg van itt egy küldetés még, ami kettő, ami a izéhez tartozik, az itteni szigetnek a sztoriához, azt megcsináljuk. Úgy lesz teljes a dolog. Úgyhogy menjünk először ide. Pikpak rendet vágunk. Hey. Oye. Fucking McCain. We'll get you. Van egy ilyen küldetésem. Mondjuk ezeket is meg lehet csinálni. Fucking soldiers. Taking over everything. Maybe they left something nice in that storeroom. Aha. Nézzük csak. Ez hol van? Hát ez leesett. Az igen. Annak nem jött össze. Balfasz. És írnak ebbe, várjatok. Igen, the figure. What's wrong with the automatics? A system will have to control them manually. Jó! Szerintem ide kell jönni ez itt az irányító kulcsa ennek a résznek. Ha? Oké, okay, a kamera az megvan. Ott az ajtó. Szuper! GGS, szia, üdvözöllek! Hello, hello! Na most kinyitottam itt egy ajtót, ami tök jó, csak oda kéne jutsak valahogy. Talán ennek a tetejéről. Így van. És akkor át. És akkor bent vagyunk. Hurrá! Na ezt kell kinyitni, ezt az ajtó, vagy ezt a gombot, meg itt ez a tekerő. És ott vissza tudok majd menni. Úgy. Ó, itt van ilyen alarm system, ezt kikapcsoljuk. Na nézzük csak. Jó, először áttekerjük ezt a cuccot. Úgy. Na, emeltek működnie kell itt a dolgoknak. A duzzasztókát szerintem meg kell állítani, de csak tippre mondom. Edzés, edzés, de te vagy a 666-dik, aki kérdezi. Semmi nem történt vele. Csak megjelent rajta egy folt.
amúgy... Ja, nem kell kiírni, hát most nem történt semmi. Mindenki azt gondolja, megvertek, pedig ökörség. Edzésre járok, küzdősportos vagyok, igazából most vele jár, hogy mit tudom én. Néha megjelennek ilyenek az emberem, hogyha edzünk. Olyan társaságban járok, küzdősport azért nem simogatják egymást, hanem szó szerint felkészülnek arra, hogy ha esetleg incidens ér, akkor abból biztos, hogy én jövök ki győztesen. Lényegében. Azért az egyik legjobb, ahova én járok. Mert ott tényleg felkészülnek az emberek a versenyre, és ugye nem tényleg, nem cirulgatás van. Nem egyébként, bocs, hogy így válaszolok rá, csak talán már bejött, de egy okos, ment ról, aztán írta a fasságait, azt mondom, nyilván ezt is nem rád értem. Itt még valami nem jó. Srácok, itt még valami nem fasza. De egyébként minden fasza. Aha, így most jó. Na végre. Rossz volt a sorrendem. Zsír. Veled mi újság van? Meg hát így veletek, srácok. Ti hogy vagytok? Hogy telik a nap? Mi a helyzet? Na, végre lezártuk a gátat. És ott lesz a faszinálat cucc. Gondoltam, hogy így lesz egyébként. Annyira éreztem. Azért is csak formagyakorlat volt simán. Lefogta bárki a gyereket. Annak nincs... Ja, pe! Hát igen, 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 igen. Nem, azt tudni kell, hogy a küzdősportok közül a Muay Thai az egyik legkeményebb, szóval... Ott az tényleg olyan, hogy... You don't need that key anymore. Még a, ugye a K1 után következik a Muay Thai, mert a K1 se annyira kemény. A Muay Thai az brutális. Ott azért az ember lekönyököli a másikat, mint a szart. Csak sokan nem ismerik. Ugye ezek a kung fu, karate, meg mit tudom én, tök jók, csak... Csak hát nem a kőkemény küzdelemre tanít meg. Tudni kell egyébként, hogy van ez az MMA. Ugye ez a ketrecharc, meg ilyen fasságok. De vegyes harc... harcművészetek. Aki harcművészetet csinál, az bárki oda megy, az végül is olyan, mint egy kocsma fight az MMA. Tudni kell, hogy akárhány Muay Thai-os oda ment egy MMA mérkőzésre, mind megpicsázta az összes ilyen MMA-st. Szóval ennyire kemény a Muay Thai. Azt tartom, hogy a valós formájának a küzdősportok közül mindegyiknek. Szalazár, jó reggel! Na, közben készítettünk valami signature fegyvert. Zsír. Nézzük csak. Megvan az a hely is. És akkor mehetünk a küldire. Milyen fegyvert szedtem ki? Meg se néztem, csak megyek. Egy automata shotgunnak a signature változata. Better support than this. Like my outfit? Stitch it together myself. Keményen néz ki csóka. You'll be the first to know this puppet is cutting her strings. Los fascistas are about to have their last little song and dance out of Rosamel. Felicia told me the regime's dogs have been sniffing harder than an 80s cocaine addict, and they've picked up on the scent of me and my chameleons. They've got names and faces plastered all over their PDP. Ja, aha. Horn, shred, destroy any evidence that could lead those bloodthirsty comebierdas to my doorstep. I'd do it myself, but these tetas would trigger the alarms.
Ja. Annyi, hogy majd a végét azt meg kell csinálnom, mert az utolsó boss fight-et azt meg azóta se csináltam meg, az pedig egy, mit tudom én, 10 perces videó lesz. Úgyhogy befejezetten hagytam azt a játékot továbbra is. Hát Salazar az a terv, igen, hogy végzek ma, de meglátjuk, mert nem biztos, mert azért sok minden van. Én abból indultam ki, ugye, hogy azért is úgy csináltam, hogy megcsináltuk ezt, meg ezt a szigetet, mivel hát ez talán valamivel, hát mondjuk nem mondanám kisebbnek, de igazából ez már csak egy ilyen maréknyi terület, szóval meg amint látjátok, kaptam egy csomó infót, intelt, lesz rajta dolog, de azért nem annyi, mert itt már szerintem kevesebb, jóval kevesebb dolgok lesznek. Meglátjuk, hogy sikerül. Megyünk, aztán toljuk neki. Na, közben kaptunk itt egy... Ugye itt meg maradt két ilyen history quest, hogy mert szar, ugye story quest. Azt megcsinálom azért, nem hagyjuk itt, hát olyan nincs, hogy itt hagyok bármit is, mint mondtam. De jó, hogy nem lehet itt kimenni. Majd itt. A PC-zés nagyon nem az az arány, mint ez. Micsoda? Ezt mire írod, Angel? Oda kín eljussak. Menjünk így. Ma egyébként az meg szerintem jó tartalmas kis fákrályozás lesz. Ez mi? Kaptunk egy fényképet. Fejezd már ebben, mi van? Két fényképet kaptunk. Aha, biztos. Oké, mehet. Hola, guerriero. Y voilà. Itt van nekünk valami intel, azt felszedem. Azt mondja, megked a kamerát, fókusz állító automatán van. Hogy érted? Got some intel you could use. What can you tell me? Supplies are falling. Ez amit használok, ezért van beállítva. 1080p fixre. Gracias. 1080p fixre van állítva nekem ez a kamera, annyi, hogy 30 fps-re. De hát kameraképezem is kell több. Oha. Ja, itt lehetne trédelni, hát egyelőre nem trédelgetek. Take a look at my stock! Oké, szerintem ide kéne menni. Menek, transz, meg hasonlók. Nem zavar, ha van az életben is. Arra tartunk, hogy normális... Ja, értelek! Ja, értelek. Hát, érdekes, ja. Oye, Rosa. I think I found one of those PDP booths. They've got pics of chameleons everywhere. Hát, ezt kapta. Aha, itt figyelték meg őket. Most ezzel mi van? Ja, le kell fotózni szerintem. Nem. Jó, ez szar. Nem tudok vele semmit csinálni. Itt villog ez a szemét. Na, ezt kapcsoljuk ki. Lol. She sent Intel photos to my phone. Ez ahova jönnöm kellett amúgy. Ez ahova jönnöm kellett, ez az a hely, nem?
Nem, itt villog ez a szar, nem lehet vele mit csinálni. Destroy the evidence. El kell pusztítani, de... Na jó, tudod mi a baj? Azt hiszem nem lehet megint minden fegyverrel, hanem szerintem ez fog működni. Érdekes, hogy ha belelövök, ha beleütök, akkor nem pusztul el, hanem rá kell dobni egy paratáblára egy dinamitot, és úgy jó. Igazából mindegy. Fejezd már be. Rögtön már száll ki, azt lő, érted? Tudhatná egy fejlővést kap fixen, provennél. Megérkeztünk. Azt mondja, hogy... Itt is kaptunk valami új... Ja, megvan srácik, a maxos izé úgy látszik. Durva. A Blast Rounds-os maxos gépágyú 4 férőhelyes. Majd átépítem az autót akkor valamikor. Vagy nem tudom. Zavar nem az, hogy... Na. Nem nézték a streamet. Bánt, hogy mire mondott, hogy nem nézték a streamet. Á, ott van a következő ilyen hely. Ja, ezek a katonák. Jó, kicsit még lassú vagyok, látszik reggel. Baszki. Hogy fejlővést kapnak. Ja, igen, igen. Ez érdekes volt. Oké, okay, mehetünk az utolsóra. Na itt is kell keresnünk valami betonbunkert. Valahol biztos, hogy itt lesz. Na hol az utolsó? Ó, oh, belementem egy botló csapdába. Az igen. Ritka. Van még egy. Itt lenne fenn az utolsó ebbe az épületbe, nem el? Addig de. Aha, itt lesz valahol az utolsó olyan. Fent van az emeleten. Jó, jó helyre jöttem. Szuper. Figyeld már. Találtam ilyen kakasos cuccot. 12/19, ez ilyen gyűjtögethető. Na, érdekes. Muskára meg lesz a maximum abból is. Azt hiszem kész vagyunk. Gilberto? Is Rosamel when I'm in my dress, honey? Sorry. Rosamel, I've destroyed 3 stations worth of evidence on your chameleons. Jelentjük a feladat teljesítését. I need you to come to Hotel Amanecer. Amanecer hotelba kell menni. And I need you to retire 3 coronels for good. These singals are responsible for more Jaran deaths than I can count. And I can fucking count. Okay. I'm headed to the hotel. Várom már a BF-et is egyébként. Holnap jönnek kicserélni a netet. Hú, gyerekek, azt is várom. Optikai net, vagy optikai kábel. Pont jó lesz, mert majd jönni fog a BF, ugye? A végleges. És akkor nem fog csúszni se semmit. Úgyhogy puskával operálok ott is. Figyeld már. Ez lesz a célpontom szerintem. Azt mondja, the key military targets. Na, ezeket szeretem. Az a feladat, hogy le kell vadalni a faszit. Úgyhogy mehetünk is odafele. Ajaj. 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 Ujjaj. Ujjaj. Bazd meg.
Na mindegy, ez nem jött be. Néha nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami már le van szkriptelve, mi az, ami nincs meg, hogy mi, van, mi az, ami le van modellezve, mert a pálma a leveleken keresztül tudsz menni. Viszont a törzsnek bizonyos részén nyilván nem. Csak nehéz eldönteni, hogy melyik szakasztól... Például, hogy ennek melyik szakasza az, ami még áttenged, ugye? Na mindegy. Ez olyan érdekes volt. De természetesen ugyanígy fogom. Meg amikor nem nyílik ki. Igen, még egyszer. Nyomom a gombot és nem nyílik ki, bazd meg. Na végre. Na így már biztos, így már nem akadok el. Lajola! Oké, mehetünk is. Nyomjuk Assassinate-be. Rosa, I'm near the hotel. Fantastico! Now, sneak in quietly. I swear, if you interrupt my solo, we will have words, Danny. Van ez az autó, lehet olyanból kéne beszerezni, mivel tegnap fel lehetett repülni, az rohadt jó. Milyen képet küldött már megint? Aha. Itt lesz benne a buli. De ugyanazt elküldte négyszer, ugyanazokat a képeket. Ugye azt mondta, hogy a pirosak kellenek nekünk. Egy a bárnál van, ő. Egy ott táncikál. Ugye ő. És akkor még van valahol még egy a ketreceknél. Fierce and ferocious on the dance floor. Coronel Raul Martinez drinks so much he'll need a liver transplant before they serve the appetizer. And running late as usual. Coronel Diaz. Not to be confused with. Yeah, come on, boss, Mac. Pillanatra, mindegy, nem értem ezt a rendszert a játékban, hogy pillanatra vagyok előtte és észrevesznek. Na mindegy, csináljuk így. Csináljuk úgy, ahogy mindenki más. Uh-huh. Úgy még nem haltam meg, hogy lelőttek, szóval most se fogok. Csak szólok. Be van kapcsolva rendesen, jó van. Belőnek még a fa alá is. Gyerekek, annyi a nehézségi szint a játékban, amikor felfejlődnek, hogy aim automatikus, fixált aim van a izéknek, NPC-knek. Durva. Komoly. Komolyba tolja. Na most lőttek le először, mióta elkezdtem játszani. Ez volt az első alkalom. Úgyhogy a settenkedést innentől kezdve hagyjuk a büdös picsába. Felesleges. Ahol autóim van, ott nem settenkedünk, ez felejtős is.
Itt kellene lenni az utolsónak valahol, állítólag. Kész. Máskor így fogom csinálni, nem fogok én bohóckodni a settenkedéssel, mert itt már nem lehet. Az a baj, hogy most 14 plusz, ugye a katonák is 13-asok meg minden. És falon keresztül kiaimoznak picsába, az a baj. Fixált nekik a... ez a rendszerük. Hát igazából ugye Far Cryokban mindig ez volt. Ezt is el akartam foglalni. Ghostrecon Wildlands és... én extrémen kezdtem el. Hozzáteszem, hogy kurva szarul van optimalizálva. Az is Ubisoft játék? Mert soha nem játszottam vele, csak a Ubisoft játékainál egyébként tényleg érezhető az, hogy aimmal helyettesítik az ait. Ő náluk az ai az aim. Ugye, és a Valhallában is ez van, hogy tenger körül forog a paraszt, mert az fixen rád fordul. Az összes Far Cry-ban így volt, a Primal-ben ugyanez volt. Bizonyos szint fölött fixen általának, teljesen mindegy, hogy te futsz, mész, nyillal is fixen telibe vernek. Szerintem a Ghostlands is ugyanez, ott is eltalálnak bárhonnan. Azért is nem, igazából nem is lepődök meg rajta, ez ilyen. Már hát ez nem is arról szól végül is. Na itt van valahol egy fegyverládánk, állítólag az fent lesz az emeleten. Itt lesz egy fegyverláda, srácok, ez egy signature fegyver lesz megint csak, olyan sok már nincs belőlük. Aha, kroki láda. Nem, ez nem az. Azt hittem, a signature fegyver lesz. De ez csak sima izé volt. Ja nem, signature fegyver, csak igazából semmilyen színe nincs. De attól függetlenül, hogy a signature fegyver az, ami előre van összeszerelve és nevesített. Jó van. Azt hittem, egy snasz fegyver. Ja, az összes Ubiba ugyanez a rendszer van egyébként, igen. Hát nincsen vele baj. El lehet vele játszani. Meg itt ugye a sztori, tényleg a Ubisoft játékoknál a sztorit kell figyelembe venni, meg a helyszíneknek a grafikát, a kinézetet. Már az is az összes játszében rohadt jól néz ki minden. Mióta ugye RPG-sítettek a Origins-be, az Odyssey-be, a Valhallába, tök jól nézett ki az egész. Tök jól fel volt építve. Például ebben a Far Cry-ben is megnézed, nem lehet panasz a grafikára, meg ahogy kinéz az egész, tök jó. Ezt a környezeti hatásokért kell játszani. Nem a harcrendszerére rájöttem, ezt nekem kellett megtanulni, mert én kiszoktam akadni mindig egy harcrendszeren. De nem szabad kiakadni a harcrendszeren, ezeknél felesleges. Szia Wolverance, hello! Annyira el vagytok foglalva a szememmel, srácok. Nincs semmi baj a szememnek. Nem, mondjuk az a baj, hogy igen, a hétköznapi civil ember, aki nincs kapcsolatban izével, küzdősporttal, az nem tudja ezt, nem érti, hogy ez hogy működik. Akkor lesz baj, srácok, amikor már nem fogom látni, és nem tudok fejeseket kiosztani a puskával. Addig nincs gond. De majd mindjárt azt fogom egyébként, hogy mutatni fogok egy videót egy meccsemről, hogy nagyjából érezzétek át, hogy mi az, amit én adok, meg mi az, amit én kapok. Tényleg az lesz. Nem akarom, hogy mindenkit azt gondolja, hogy engem megvertek, mert az vicc.
Hát már az a baj, tudom nagyon jól, hogy ilyenkor mindenkit azt gondolja, hogy én meglettem verve. És ez viszont nekem zavar, kurvára. Így ilyenkor ez már zavar. Majd szünetnél, amikor tartunk szünetet, átváltok másik képre, azt akkor izé mutatok videót. De csak egy menetről. Retrieval team, the supply drop for Concepcion is due to arrive near the docks. Copy. We'll make sure our team gets to it before the fishermen do. A special delivery, boss. Just for me. How nice. Azt lehet elbasztam, azt nem így kellett volna. Uva, ezt lehet, hogy tényleg elrontottam most, szóval gondoltam végig. Itt lett volna egy jet ski, és én meg... Ajjaj. Na mindegy. Jó, még jó lehet. Majdnem már! Szedd már össze magad! Haló? Hidroplán! Elméletek ez megy kint is. Ja. Let's go, let's go! Sima ügy! Sima ügy! There's my price! Mi a fasz? Azt hittétek, mi? Fuck yes, there's a ton of good stuff here. Nice, kész lett az is, ez az. Jó van, szépen lassan haladunk azért. Helikopterrel becsapódunk oda. Azt hiszem, azt bekapták ott. Got to find another place to take off. Unidentified pilot! Identify yourself! What is your operating number? Shit! Ó, Istenem, bazd meg már, nem hiszem el komolyan. Kész vagyok ezek a momentumoktól. Megint, hogy menjünk bele a játék végébe, jönnek elő ezek a apró fasságok. Szia Gyula, üdvözöllek, halihó, szép napot! Megint jön elő ez a sok marhaság, amit egyébként beleraknak a Ubisoft játékaiba. Oh, shit! Annyira életszerűtlen dolgok vannak, baszki, komolyan. Nem baj. Húzzá csak az időt, én tudom, hogy baszki, ki kellett volna 50 órára a gameplay, de akkor is előbb fogom befejezni. Kedden már más lesz úgyis. Na, elvisszük ezt. Várjátok, itt van egy láda. Itt van egy láda. Watch yourself, Danny. Oh.
Rosszkor volt, rossz helyen a fiú szerintem. Nem tudom ti, hogy látjátok. Szerintem itt a láda. Hol a láda? Várjatok, már itt kéne lenni egy ládának. Hol van? Hol a láda? Lol, most jött az értesítés. Nem mondod. Hát nem tudom, srácok, ezek a, úgy látszik, ami a neten keresztül, hogy az lassú, mint a dög. Vágom. Na jó, ezzel nem fogok ilyen ládákkal küzdeni, mert a játék felesleges. Nincs értelme szerintem. Várjál. Okay. Megvan. Itt a láda, hol a láda? Igen, igen, pontosan egyébként. Néha el tudják rakni olyan helyekre. Pontosabban nem is az, hogy elrakják olyan helyekre, hanem nem pontos néha, minimum, nem 100%-os, mert picit mindig arrébb van egy pár, mit tudom én, milliméterrel, centivel. Volt olyan is, ahol jelölt a minimum, hogy hol van a láda, és teljesen máshol volt. Plusz két láda, igen. Igazából a sztori jó. Ez a sztori jobban tetszik talán, mint az öté. Sőt, jobban tetszik, mint az öté. Meg a helyszín is jobban tetszik. A négyel azzal nem játszottam, arról nem tudok nyilatkozni. A három az ugye a sztoriban nagyon jó volt. Meg hát a helyszíne is jó volt annak is. De nyilván most, mivel ez újabb, meg szebb, meg fejlettebb, nyilván erre azt mondom most, hogy jobb. Meg sok dolog van benne, amit lehet fejleszteni, fegyverek is nagyon sok van benne. Járművek. Nem rossz. Abszolút nem rossz. Nem lehet rá azt mondani, hogy rossz játék. Gyors reakcióból ment ez a dolog. Oké, okay, szóval menjünk oda tovább. Én nem tudom, hogy hol. Át kell menni a csövön, mi? Menjünk át a csövön. Ja. Lecsúszik a csőről a pali. Diriri. Egyébként ez a kubás környezet, ez jót tett a játéknak. Mert úgy értve, hogy nyilván fiktív minden benne, de jobban beleillik egy sztoriba egy ilyen, hogy szigetet ugye uralma alatt tartja egy ilyen valaki, akinek militáris erő van a kezébe. És akkor ezáltal ugye életszerűbbé válik az, hogy mit tudom én, ilyen fegyverzettel támadnak ellened, mint az, hogy mondjuk déli államokban olyan süttyó parasztok ellen küzdesz, és akkor azok vannak felfegyverezve, ennyire az olyan fura. Az öt nekem ezért volt kicsit fura. Ez kicsit életszerűbbnek tűnik ez a hatodik rész. Baszad, én a szétvözölek a csatornán, köszi szépen a követést, érezd nagyon jól magad itt nálam.
Főleg, hogyha elkapom a lendületet és jó sikerül játszani. Halihó. Micsoda? De igazak hírek, kisgyerek, ki az valójában? Ezt mire írod, Wolverines? Ja, egyébként Gyula, ez azért tetszik ez, mert ugye, ha megnézed a összetételét, nem egy map fedi le az egészet, hanem ugye összetett lett a sziget összeállítás. Annyi lett a változás benne, hogy dzsungeles rész, de mégis változik, mert az inkább ilyen, nem is tudom, tundrás, ez az inkább ilyen hegyes, zöldes, szóval kicsit másabb az összes vidék, érted? És ezért lett ez még jobb. Mert a dzsungel is, hogy csak a dzsungelt kapod egyfolytába, az már kijön az embernek a könyökén, és ez így viszont pont jó lett. Szerintem. Mi az? Glázaduk. Szia, medik. Így kell elugrani háttal. Nem ott te berássátszik az interakciót. A Tejdanos interakciót. Érdekes. Mondjuk nem kell, csak majdnem meghaltam. Pedig az nélkül futottam rá, hogy észrevett volna időbe. Oké, kész van ez is. Mehetünk egyel tovább. Köszi Desert! Ja, egyébként nem is köszöntem neked, szia Desert! Hogy köszöntem? Már nem is... Lehet, hogy pont nem láttam a csetet. Meg a végén bunkó vagyok. Bocsánat. Az vagyok, köszönöm. Mély levegő, kitartás. Örihari, oké. Bocsánat. Na nézzük, mi van itt. Mi van itt? Láda és torony. Láda és torony. Láda és torony. Hol a láda? Az borz? Hol a rádió? Szóval ciao Bella! Elég lehetett hallani, az a baj, de szólt. Valahol itt kell lenni a ládának bent, és megint vak vagyok, baszki. Láttok ládát? Hol a láda? Várjatok csak. Ez nem az. Alul lenne a láda. Lehet, hogy itt van egy bunker? Bazd meg.
Van, van bunker. Innen szól a zene. Várjam, ezt nem lehet összedni. USB sti... Óóó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 
Innentől az elmegyünk.